A tavaly télen elkészült és átadott Sió utca a kisforgalmat bonyolító lakóutcában odafigyelt a kivitelező, patka és megfelelő vízelvezetés is készült, ráadásul a parkolás is megoldott. Van azonban számtalan negatív példa is Győrben, amikor a befektetők csak a haszonszerzésre összpontosítottak, a megfelelő körülmények és feltételek kialakítására viszont nem. A polgármester szerint véget kell vetni az élhetetlen és járhatatlan területek kialakításának Győrben. Amikor beköltöztek, a lakók és szembesülnek azzal, hogy papíron megvett lakóterületeken nem lehet biztonságra egy babakocsit eltolni, akkor természetesen az önkormányzatot keresik meg azzal, hogy oldjuk meg a helyzetet, és ezért már kiépített lakó területen, ahol jobbról-balról házak vannak, szűk utcák, ott ezt nem lehet megoldani. Úgyhogy várostervezést folytatunk vízió szintjén nagyban, ennek egy kiemelkedő része lesz az új kulturális városnegyed, és várostervezést folytatunk kicsiben, ami konkrétan most a utakkal kapcsolatos elképzeléseket fog ismertetni. A polgármester kérésére az útkezelő egy ingatlan fejlesztési menüt dolgozott ki és állított össze. Ebben szerepel minden fontos elvárás és kritérium, arra vonatkozóan, ha valaki házat vagy lakóparkot épít a városban. Négy jellemző beépítési szélességre készítették el, mik az alapvető dolgok, amire a fejlesztéskor figyelni kell. Az eddigi gyakorlatban sajnos tényleg épültek olyan új beépítések, mert itt mindig az új beépítésekről beszélünk, ahol ugye a szabályozási szélesség adta volna a lehetőségeket, hogy a szükséges közlekedési elemek kiépüljenek, de sajnálatos módon itt funkcióhiányok történtek. Az egyik talán legkomolyabb az, hogy nincs járda. A másik, hogy ugye a mai korra jellemző azért, hogy elég rendesen fejlődik a motorizáció, ezáltal az egyéni közlekedés is, és hát beépültek a társasházas övezetek, és nem voltak kialakítva parkolóhelyek sem. Korábban jellemzően a gyalogjárda, a vízelvezetés és a parkolási feltételek biztosítása hiányzott az ingatlan fejlesztéseknél, a felmerülő problémák megoldását pedig a lakók később mindig az önkormányzattól várták. Ennek azonban most vége, hiszen a jövőben, ha valaki beruházásra készül Győrben, akkor a főépítész a most bemutatott menüt kínálja fel számára. Abból választhatja ki azt, melyik passzol az általa tervezett ingatlan fejlesztés mértékéhez és körülményeihez. A minimum feltételeket pedig minden esetben teljesítenie kell a beruházónak.